Sziasztok srácok, és köszöntelek titeket a mai videóban, aminek a főszereplője nem más, mint... Tofu. Tofu, te vagy a mai nap főszereplője. Így van. Arra gondoltam, hogy így, hogy Tofu elmúlt egy éves, megmutatom nektek, hogyan is néz ki egy napja, egy napi rutinja, ami azért jóval összetettebb, mint egy általános Kezdjük is rögtön a reggellel, ami egy átlagos kutyánál lehet, hogy 7-8 óra körül kezdődik, de itt van Tofu, akinél egy picit más a helyzet. Na, Tofu, hadd simizem anyát. Nem kell ugatni. Hadd simizem meg anyát. Szóval azért számít ez már reggeli rutinnak, mert minden reggelünk így kezdődik. Az... Most mi van? Minden reggelünk így kezdődik, kisebb-nagyobb eltolódásokkal időben. Ma reggel például büdjasszád egy picit. Ma reggel például az első tiktikelés, amikor felugrik az ágyra, látok két fület ott a Rebeka oldalán, ez ma 5.30-kor történt meg, ez változó van, hogy már 4.30-kor álljon az 5 perc. Ilyenkor az van, hogy vagy fölvesszük, vagy letoljuk, de ha letoljuk akkor az ágyról, akkor pár perc múlva újra felugrik. Szóval ilyenkor felvesszük, általában vagy a Rebeka mellett ott marad, és bebújik hozzá, Rebeka átteszi rajta a kezét, és ott alszik, vagy pedig átmászik, mint hogy ma reggel is volt, és ide jön, és itt alszik rajtam egy picit, meg így simogattatja magát, mint most is a kicsike. Szóval a reggeli rutinunk általában Tofuval, hát 10-ből 9-szer így kezdődik, nagyon ritka, hogy úgy kelünk fel, hogy ott van mondjuk a helyén, és ott alszik. Jó reggel! Ekkora nyújtózkodásokat! Mondjad! Jaj, de szép! Mondjad! Szép jó reggelt! Igen! Igen! Na hát, folytatódik a reggel. Ilyenkor a következő mindennapi rutin, az a 3 darab vagy 4 darab nyújtózkodós hang, amit most hallottatok, illetve a reggeli pisi. Ül. Hát ez fekszik. Hát nem fekszik, ül. Hát ez fekszik volt. Ül. Nagyon ügyes, ül, marad. Ha túl vagyunk a nem mindig könnyen induló reggelen, akkor utána igazából több opció is van, hogy hogyan folytatódik a nap. Az egyik az, hogy Tofu elmegy Rebekával a munkahelyére. Ügyes ez a kutymág. Hova megyünk ma itt? Irány dolgozni? Igen? Amikor megérkeznek Rebeka munkahelyére, rögtön egy kis kunyizással indult a munkaideje a többi munkatársnál. És persze Rebekánál is. Utána általában pihen és alszik, de azt is úgy, hogy Rebeka közelében tegye, hogy folyamatosan tudja őt simogatni. Amikor fel kell inni, az sem átlagos kutya módjára teszi, inkább azt is fekve oldja meg. A lusta kutyám föl kell inni, de olyan lusta, hogy fekszik, és úgy iszik. Ezután általában felkéreckedik Rebekához, és ott segít dolgozni az anyukájának. A másik pedig az, hogy anyukám mikor elmegy sétálni egyet a Dunapartra, de van olyan nap is, hogy mind a kettő egyszerre megtörténik. Itt azért megmutatom nektek, hogy szokott zajlani egy séta, mert nem csak sétálni mennek, hanem általában azért úsznak is, ha jó idő van. Ugye, Füles Bagoly, Póki? Szóval előfordul, hogy úsznak is a Dunába, előfordul, hogy azért a lenti kis büfébe megállnak, és egy-két pogácsa darabkát azért kapnak. Megyünk a Nagyihoz? Megyünk a Nagyihoz? Megyünk! Gyere! Júj, de örül valaki! Jaj! El lesz engedve? Persze. Júj, miatt nem merünk. Ú, de nagy lány! Nem egy rövid séta szokott ez lenni reggel, általában kiszámoltam, hogy 3-3,5 kilométert sétálnak, de nem csak sétálnak, hanem van, amikor, ha nem van több kutyás a Dunaparton, azért nem szokott lenni, akkor játszanak is, tehát van egy ilyen kifárasztó reggeli program, plusz amikor meleg van, most már sajnos nincs meleg, ilyen 6-7 fok van, akkor beszokott menni a Dunába is, és úszkálni szokott. Na, ha valami lefárasztja,
az az úszás, az nagyon durván le tudja fárasztani. Júj, de gyorsak, Jézuson, de gyorsak! Sziasztok! Jaj, de gyorsak! Megy egy kis iratkozás, mert miért ne? Na és akkor ilyenkor mi a program? Mit szokott kapni? Ilyenkor megkapja a szendvicsből a tarját. Mind a kettő? Igen. De rossz sora van. Ül. Szépen. Tofu, ül. Ül. Szépen. Csipke, szépen. Sziasztok! Szia, Puki! Na hát így zajlik nagyjából egy reggeli rutinja Tofunak. Kapnak egy kis kaját is, ahogy láttam. Most játék nem lesz, mert sietnek anyu még, de még el szoktak menni játszani, mondjuk elég kihalt már reggel a Dunapart. Plusz, ugyan mondtam, hogy úszni szoktak. Úgyhogy, hát a reggeli rutin első része az így néz ki. Miután Tofu hazaér a munkából, utána ismét több opció lehetséges, hogy hogyan folytatódik a napi rutinja. Van olyan nap, hogy benne van még egy plusz séta, így a délutánjában, van olyan, csak a kertbe van leengedve és játszik a Csipkével, illetve van olyan is, hogy ha rossz idő van, mint amilyen napunk most volt, akkor bennmarad a lakásba és egy picit kényeztetve van a kanapén. Elérkeztünk a délutánhoz, most már én is hazaértem, 4:30 van egyébként. Általában kajacsinálás megy délután. Igen, és kunyizás. Ez az ugatás jelezte, hogy szeretne valamit kajálni, így van. Mondjad! Igen. Mondjad! Szia, Murci! Nagyon nehéz napja volt, én még azt nem láttam. Nehéz napja volt? Nagyon nehéz napja volt. Komolyan? Igen. Miért? Miért volt nehéz? Mondd el! Ugattam egy csomó mindenkit. Nem mondod, Murci. Esőbe kellett kimennem pisilni. Na hát az mindig nagyon durva. Nagyon durva, és utána nyomkodtam a laptopot is. Igen? Igen. Júj, de ugye. A főzésben is az a jó, hogy ez a muty itt van végig. És úgy ül itt, mint egy szfinx. Te egy szfinx vagy. Én nem rólad beszélek? Pedig de. Szóval igazából ez a délután az egyetlen olyan napi rutinpontja Tofunak, amikor nagyon-nagyon változó, hogy mit csinál, hova megyünk, tényleg ezt minden nap máshogy alakítja. Ma tényleg ez a itthon ülős nap van, még sétálni sem megyünk el, néha délután is elviszük, nem csak reggel, viszont elképesztően rossz idő van, egész nap szakad az eső, úgyhogy ez a bent... Igen! Úgyhogy ez a benti kuckós nap van. Miután a délutánnak vége van, utána pedig elindul az esti rituálé, amiben azért van olyan tevékenység is, amit nem annyira szeret Tofu. 8 óra van, ha jól látom, és mi van 8 órakor, kislány? Mi van 8 órakor, te punki fej? Megyünk aludni! Nem. Mi lehet még? Mi lehet? Megyünk enni. Megyünk enni. Így van! Így van! 8 óra. 8 órakor szokott vacsorát kapni Tofu. Az a helyzet, hogy régen ez ilyen szent pillanat volt, és rárepült a kajára, és azonnal mindent megevett. Most már öregszik. Azt kell mondjam, öregszik, mert most már nem eszi meg olyan gyorsan, szépen, komótosan, lassan megeszi, amikor van kedve. Ez az, hogy milyen vacsit szokott kapni? Hát ez most... Milyen? Igen? Milyen? Tonhalas. Tonhalas tápot kap. A tenyésztőtől, akitől hoztuk, őtől vesszük a kaját, van 30 korginálok, mindenki egészséges, nagyon egészséges, úgyhogy ők ezt ajánlják. Ezért tesszük mi is. Ezért mi is ezt tesszük, igen. Reggelire, vacsorára annyi, mit teszünk hozzá egy kis banánt. Hát akkor most mi lesz a menü? Most teszek hozzá neki egy kis levet. Leve? Levesből. Mert mostában ilyen kicsikét finnyás a kislány, ezért úgy gondoltam, hogy teszek hozzá neki egy kis levest. Jó van. Hogyha van. És mikor sakkozunk a ruhádon? Hát ezt már megcsináltuk tegnap. Ja igen, jó. Jó. Na, siess a tábla. Nagyon szépek ezek a Sphinx lábak, meg az a Sphinx popó, meg az a Sphinx fej, meg az a Sphinx testtartás. Elérkeztünk Tofu számára a legutálatosabb ponthoz, ugyanis feljöttünk a kis lenti kakiból, remélem volt kaki, és ami most következik, az nem más, mint a fürdés. Mivel Tofu fel szokott jönni az ágyba, ezért, meg hát általában konkrétan nincs is olyan, hogy helye, hanem kint a kanapén alszik, ezért odafigyelünk arra, hogy legalább aki sok bacit, amit kint felszed a mancsával, azt ne hozza fel. Úgyhogy ilyenkor mindig este előtt van egy mancsmosás, mert éjszaka nem nagyon tudjuk azt mondani neki, hogy
nem jöhet fel, amikor álomban vagyunk, az felugrik, van egy észre se vesszük, csak fölkelünk és ott fekszik a lábunknál. A vászmosás lesz? Igen. Négy. Igen. És a vászmosás végül, de amúgy jól esik, látom a fejed. Nagyon jó. Jaj, de ügyes. Egyik lábi. Ilyenkor jön a megbolondulás, csak halkan akarom mondani. És elkezd idoda rohangálni általában. Pörgés van. Jaj, anya. Hű, de pörgés van. Ja, azért ott ne ragudjatok, épp rakjuk össze a dohányzóasztalt, azért néz ez itt ki így. De a kutya az pörög, ahogy szokott. Helyzetjelentés. Este 4:12 van. Még pont nem aludtunk el, még megy a tévé. Ilyenkor lenne az, hogy már elaludnánk, de olyan szép lassú tik-tik-tik mozgással kimegy inni. És ezt azért teszem bele ebbe a rutin videóba, mert ez tényleg rutin, és ez mindig megtörténik, de ez még egy jobb eset, mert ugye láthatátok, hogy van, hogy hajnalban 4 órakor már ezzel kelt minket. És ilyenkor olyan hangosan iszik, hogyha még véletlen félállomban is vagyunk, és mondjuk már nem megy a tévé, akkor is biztos felkelünk. Csak nyugodtan, nem kell sietni, Tofu. Csak nyugodtan. Úgy van. Te figyelj, te jót ittál. Nem tudjuk miért, de valamiért abban a sarokban szeret aludni, pedig az ágya az itt van mellettünk, de jót szeret aludni. Srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is. Így néz ki Tofunak egy napja. Nincs nehéz dolga, úgyhogy egyáltalán ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer, ne felejtsd el feliratkozni, követni Instagramon, követni TikTokon, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Jó éjszakát, sziasztok!